Sziasztok, kedves hallgatók! Én Máté vagyok, és újra itt a Büntető Podcast, ezúttal a 11. adással. Most sem vagyok egyedül, itt van velem Bruce, Hello! Bence, Sziasztok! és debütál a podcastben is Dani. Sziasztok! Danit a BL sorsolásos live-on már hallottátok, és jogosan merült fel a kérdés, hogy de hát Máté, mit keres egy Barcelona szurkoló egy olyan podcastben, ami egyébként az angol bajnokságról szól elsősorban? És hát erre az a válasz, hogy mostantól nyitni próbálunk a többi bajnokság felé is, és a nagyobb csapatok meccseiről fogunk beszélgetni a podcastek elején. Ezt egy ilyen állandó, mondhatni, rovatként szeretnénk bevezetni. És szerintem igazából bele is csapatunk ebbe a dologba. Melyik bajnokságról beszélgessünk először, srácok? Ezt a labdát tovább dobom most nektek. Dani van itt, és a spanyol bajnoksághoz él. Gondolom ezért a leglogikusabb az lenne, hogyha a spanyol bajnoksághoz mennénk tovább. Jó, körülnéznénk arra felé. Na jó van, hát így most a tabellára rátekintve, ez nyilván, ez kicsit olyan, mint a többi bajnokság az elején, hogy igen, az elején még. Hogy igazából nem tükrözi azt, hogy ki hol fog tartani, meg ott még csak két meccs ment le. Igen. Hát igazán nem tudom, Dani, mondaná valamit esetleg, hogy vagy így egyből zavarba hozhatlak, hogy mi az, ami esetleg meglepetés eddig a bajnokságban két meccs alapján, mi az, ami mondjuk úgy történt, ahogy vártad, és mi az, ami esetleg csalódáskeltő? Hát az Eibar az meglepő, a tavaly szezonban, és ki is estek végül is, de anyagi gondokkal küzdött a Elche, ha jól emlékszem, és őt kizárták, és így maradt bent az Eibar, két győzelmmel kezdtek, öt gólt rúgta. Az rendben van nagyon nekik. Szeretem végül is jó formában van, két győzelmek van, öt gólt rúgtak ők is. Nolito sok gólt rúgott, meg is nézem mennyit. Kettőt rúgott. Lehet élen a Barcelonában folytatja Pedrucci helyén. Hát az Atletico Madrid is meglepő azért. Négy gólt rúgtak, nem szoktak ennyit rúgni. És a Sevilla ellen is az előző meccsen sokáig 0-0 volt, aztán beindultak, vagy a végére 3-0 lett. Jackson Martins is megrúgta az első gólját. Nagyon jó volt. És akármilyen gólt lett. Igen. A Sevilla és a Valencia kicsit csalódtam bennük, mivel hogy a Valencia nagyon jól erősített, és 2x-el kezdtek. Főleg egy 0-0, 1-1. Ez egy kicsit meglepő. A Sevilla viszont... Hát ő erősebb csapatokkal játszott, az... Hát, azért az is csalóka azért. Akkor a Bilbao az nagyon meglepődtem, hogy két vereség, mivel hogy a Barcát megverték hazai pályán, nem is kicsit. Jó, mondjuk az nem bajnokság volt. Hát igen, a Bilbao hazai pályán nagyon erős. Tovább is megmutatták, a Reált is megverték. 1-0-ra vagy 2-0, nem is emlékszek. Hát a Feát lehet ki fog esni. A Betis még az is csalódás nálam, mert a Real ellen nagyon gyengén játszottak, és gyengén kezdik a meccset. Ott nem tudom, mit csináltak, ott egyszerűen kapták a gólokat. Hihetetlen. Milyen csapat van még itt? A Real Sociedad az Moizával. Hát, 1-2x. Egy kis középmezőnybe várhatóak. A Sporting Kion az nagyon jó csapat, úgy néz ki. A Real-t megszorongatták, rendesen 0-0 lett. Nem a fanatikus szurkolói vannak, hazai pályán őket nehéz lesz megverni. A Depor... Hát, Depor tavaly majdnem kiesett. És az utolsó meccsen ott jól játszottak a Barcának, hogy lőttek egy gólt, 1-1 lett a meccs. Azt hiszem, igen, 1-1 lett, ott úgy maradtak bent. Szép teljesítmény. A Granada is meglepő, még ott van. És a Villarreal most sokat erősített. Hát... Szerintem mint ez a három nagy fog versenyezni, talán hogyha magáért Valencia odaér, de nem van biztos ez még. Lenne egy kérdésem és egy kérésem is, és a kéréssel kezdeném, hogy ne bele a mikrofonba, egy kicsit el mellette beszélj, mert eléggé recseg így a hangot. Így jobb? Aha, így jobb. Jó. És a kérdésem pedig az lenne, hogy egyébként mennyire várod szorosra a bajnokság végét. Nyilván ez elég hülye kérdés így az elején, de mert hogy nyilván mint Barcelona szurkoló egyébként a Barcelonát várod az élre, de... Igen. Az utóbbi években nagyon szoros volt, egy-két pontot tudtak nyerni a csapatok. Szerintem most ez másképp. A Barca mostanában nem sokan nyer, egy-egy gólt lőtek, de visz...
Hát a Bilbao az nagy győzelem volt. Ez szoros lesz, ez biztos. Ez a három csapat közt. Mondom, még a Valencia még odaférhet, hogyha a jó formában rendülnek, mert erős keretük van. Ezek a négyen ott... Szerintem az első négy, öt, hat ponton belül lesz szerintem évvégre lát. Sok van hátra. Mivel fel akarom hozni ezt a témát, mert Máté úgy néz ki, hogy elfelejtette elmondani a podcast elején, ugye? Most jaj, ne haragudj, tényleg, pont előtt emlékeztetés. Eléggé benne vagyunk a deadline-ban. Szóval sok országban, többek között Spanyolországban is most záródik le majd az átigazolási piac, nem sokára. És akkor ha már Spanyolországnál vagyunk, akkor térjünk már ki arra, hogy a Real Madrid és a Manchester United megegyezett. Ugye Keylor Navas és egy jó adag pénzösszegért cserébe érkezik David De Gea a Real Madridhoz. Hogy neked tudom, hogy én már tudom a te személyes véleményedet, de azért a hallgatókkal is oszd meg, kérlek, hogy te mint egy... ki jó régóta figyeli már a La Ligát, te mit szólsz ahhoz, hogy Deha meghúzta ezt? Hát Deha jó kapus, láttuk. Hát Keylor Navas is jó kapus, az előző meccsen szépek védett. Hát kicsit furálom, hogy az Atletico után elmér Real Madridhoz, saját nevre is az Atleticónak. Hát kíváncsian fogom várni, hogy hogy lesz a közönség részéről, mi szólnak mondani neki. Mondjuk egy Atletico Madrid, Real Madrid meccsen. Hát kicsit csalódott vagyok, hogy eligazolt, mert így sokat erősített a Real Madrid, azért ezt meg kell adni. Ez jobb kapus, mint Keylor Navas? Hát szerintem jobb azért, jobb. Nem is sokkal, de szerintem jobb volt tavaly. Egyébként ez mennyire volt meglepő, mert szerintem igazából mindenki sejtette, hogy ez előbb-utóbb el fog lépni, bár így most így ennyire elhúzódott az átigazási szezon végére. Igen, mert nyár elején már. Így lett meglepő talán egy kicsit, de azért annyira mégsem. Hát ott, hogy nem játszott a United volt már, az kicsit fura volt, hogy akkor most mi lesz. Hát igen, meg hogy konkrétan ők, hát nem is ha kijelentette, meg nem is tudom, hogy adott be hivatalosan, hogy el akar menni, de hát nyilván mindenki tudta, hogy ő a Reálba akar menni, és hát... Ez igen. Érdekes. Hát jót húzott fel a Real Madrid, ha kicsit drága is volt, de fiatal, nagyon fiatal, még egy kapushoz képest, 24 éves talán. Igazából talán a Reálnak talán ő volt az igazi sztárigazolás ezen a nyáron, nem? Mert én most nem tudom hirtelen, de így nagyobb nevet nála nem nagyon igazolt. Hát igen. Nem ami engem amúgy igazából meglep az ugye, hogy csináltak egy ilyen összehasonlítást Navas és Deha között. Ami igen furcsa az az, hogy egyáltalán nem a tavalyi szezonját nézik Keylor Navasnak, mert sok mindent nem tudtak nézni, hanem a tavaly előttit. És ott a tavalyi Deheát, hát statisztikailag porigalázta, és ugye Deha tavaly volt a legjobb formában. És azt sem mondhatjuk, hogy olyan csapatba játszott, ahol keveset kellett védenie, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mindkét esetben jó, lehet, hogy a Levantében kicsit többet kellett védenie Navasnak, de a tavalyi United se volt valami bihaj erős, ezért nem tudom, 10-15 pontot összehozott nekik, de hát szerintem simán. Hát igen, hogy... nem is volt olyan védelem előtte, már bocsánat, szabad vágok. Semmi gond, hogy ugye, ami nekem gond igazából Deával az az, hogy láttuk, hogy ő jól véd a Atletico Madrid. Na, hogy hát igazából a Deánál, amit én gondolkoztam, az az, hogy ugye láttuk őt védeni az Atletico-ban, de ezt most elfogultság nélkül mondom, szerintem Courtois jobb kapus volt, a hasznosabb kapus volt az Atletico-nak, mint Deá. Aztán emlékszem, amikor megérkezett a Premier League-be, akkor az első szezonjában nagyon-nagyon sokan, hogy is mondjam, nem igazán tekintették őt Van der Sar-nak az utódjának, ugye nagyon sokan könyörögtek azért, hogy Neuer jöjjön, meg Adler jöjjön, stb. És most volt egy jó szezonja. Hogy most lehet, hogy ez egy buk, mert most lehet, hogy egy jó szezonja volt, de viszont most azt nézzük meg, hogy mikor játszott az utolsó meccsét már. Lehet, hogy ez most egy taktika volt a Unitednek, hogy minél rosszabb formában legyen, minél jobban úgymond szíjésen befolyásolják, aztán így oda dobják neki, és még jól is járjanak. Szerintem inkább az, hogy azért nem akarták játszatni, úgymond, hogy nehogy már, ha nem akar itt játszani, akkor ne is játszon alapon.
Meg a másik egyébként, amit viszont nekem érdekes dolog, hogy azért olyan sokkal nem fiatalabb Navasnál, meg formában se, hogy ennyire indokolt lenne. Mert hogyha azt mondanám, hogy egy Navas mondjuk egy 35 éves kapus lenne, akkor talán indokoltabb lenne a cseréje. De így, hogy lecserélik igazából Nagyon. egy nála 3 vagy 4 éve fiatalabb kapus, vagy hány éves is. Navas 28, Dehá 24. Na, azért mondom, hogy most egy 4 éve fiatalabb kapusra, szerintem na, az még simán benne van ezen a szinten. Ugye a kapusok később szállnak ki, úgymond a fociból. Nem biztos, hogy ez volt a legjobb lépés. Mert, hát nem tudom. De hát mondjuk nyilván majd lehet, hogy rám cáfol, de én nem tartom olyan sokkal jobb kapusnak, és inkább egy szinten nézem a kettőt. Csak hát Dehának jobban cseng a neve, meg Igen. Kicsit nagyobb névnek többen szeretik. Tartják. Van is egy olyan érzésem, hogy fel kell most tolni Dehát, mert így ugye a Casillas most elég sok balhé volt körülötte. Ugye a Vád ez is sem már mai gyerek, ugye Reina se. Ugye ez a hármas, ez folyamatosan meghatározta a spanyol válogatottat is. És ezért a spanyoloknál kérdés volt, hogy ki legyen most az első számú kapus a válogatottba. És ugye most úgymond Dehát fel lehet egy kicsit kapni, mert amúgy belegondolunk, mennyi tehetséges spanyol kapus van a La Ligában is. Fele akkora figyelmet nem kapnak, mint Dehá. Hát igen, végül is. Na viszont mi lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most eléggé kiveséztük a spanyol bajnokságot, kicsit beszélgessünk a németekről, ha esetleg gondoljátok. Hát én sajnos ott csak az átigazásokkal kapcsolatban tudok véleményt hát, mondani, mert azokat figyeltem. Igazából most én se, bevallom őszintén, én sem néztem tőlük egy meccset se, csak úgy nagyjából, hogy ránézünk. Én is nem tudom, nyissátok meg a tabellát esetleg, vagy hogy úgy nagyjából. Jó, most igazából. Igazából pont Danival néztünk egy német meccset, ugye, amikor Dani ja, igen. vendégeskedett nálam. Akkor néztük meg a Bayern Hoffenheim, ha jól Hoffenheim meccs volt talán. Igen, az volt. És az a baj, hogy ez most tudom, hogy nagyon sokan, hogyha esetleg van itt valaki olyan, aki Bundesliga rajongó, nagyon-nagyon sokan a fejemet fogják most venni, de én még mindig nagyon úgy érzem, hogy ezt a Bayern lehet, hogy megszorongatja valaki, de ez megint nagyon hamar el fog intézni a bajnokságot, mert 10 emberre voltak, azt hiszem hátrányban is voltak. Igen, hátrányban. Hát 8. másodperc, vagy 7. lett hívott. Igen, hátrányban is voltak, és a rekord. Csettintés megfordították. Tehát olyan szintű, mondjuk olyan szintű, úgymond keret előnyük van a Bayernnek úgy minőségre a többi csapattal szemben, hogy kicsit igen. Úgy érzem, hogy jó, mondjuk most a Dortmund jó formában van, meg a Wolfsburg is jól vásárolt, de ez kicsit olyan, mint hogyha tehát nem azt mondom, hogy Dávid és Góliát csatálja, mert az butaság lenne. Inkább úgy mondom, hogy egy Dávid egy nála 5 évvel fiatalabb kisgyerekek ellen. Úgyhogy azért, ha úgy akarják, akkor férfi tudjuk, hol is tudják rúgni a nagyfiút, és talán elszaladni egyszer-kétszer. De hogy folyamatosan ott legyenek és küzdjenek ellen, az úgy húzós. Úgyhogy nekem a német bajnokság az mindig így van, hogy szerintem ott a Bayern megint úgy december-január környékén már eldönti, hogy hát igen, sajnos, hát igazából most majdnem mondtam valamit pont le, de én sem várok igazán meglepetést, mondjuk a Dortmund most jól kezdte a szezont, nem úgy, mint tavaly, és a Wolfsburg egyébként szerintem jól igazolt a nyáron, és talán jól tette, hogy De Bruyne-t eladta, elengedte, mert nagyon nagy összeget kaptak érte, és ebből az összegből is tudtak még igazolni. És itt talán a BL-be is lehet keresni valójuk, úgymond. Ez biztosan érdekes lesz látni így az egészet, hogy hogy rajzolódik. Ki meg ugye a Wolfsburg óriási kérdés lesz a BL-ben, ugye beszélgettük is, hogy most De Bruyne marad, nem marad, ha nem marad, hogy tudják pótolni, mert azért mégiscsak meghatározó volt náluk. De ezt egy kicsit így visszakanyarodva a Bundesligához, hogy oké, ugye ugyanaz, mint a La Ligánál a helyzet, hogy 3 forduló, tehát hogy még nagyon az eleje, de azért mégiscsak egy Köln ott van a 4. helyen, az Ingolstadt a 7. helyen, és hát ugye igazából magyar vonatkozás, mert nekem ez ilyen mániám, hogy a Hertha a 10., ami azért nem egy rossz dolog, és hogy tényleg nekik így a bennmaradás, vagy középmezőny lett a cél, ami szerintem benne van abban a keretben.
Mert ugye a másik kérdés, ami mondjuk kicsit talán jobban brúszasztala most a deadline díjezés miatt, hogy Szalaival mi lesz? Hogy marad-e Hoffenheimben, vagy megy tovább áll-e? Most az volt, hogy vagy a Mainz, vagy Görögliga, ha jól tudom. A Mainz-a volt. Tehát én nem mondhatom azt, hogy a forrásaim szerint, de ugye így, hogy én azért készültem itt a igazolásokból. Az ügynökeid jelentették. Nem, a Mainz-a volt egy tárgyalása Szalainak. Az ügynökei azok találkoztak is, és hát a Mainz képviselői Szalainak az ügynökével találkozott is. De, hogy mondjam, egyszerűen olyan mértékben nem egyeznek a dolgok, hogy igazából Szaléval annyi a baj, hogyha lehet hinni, és a Bildnek általában, meg a Transfermarketnek ezzel a Bundesligával kapcsolatos híreknél azért lehet hinni. Elméletek Szalének nagyon nagyok a... Fizu igénye? Nem, inkább a szerződésében a kivásárlási ára hatalmas, és a maga a csapat azt pedig nem akarja annál a lentebb eladni. Tehát nekik jobban megéri az, hogy egy X összeget fizetnek neki rendszeresen azért, hogy most padozzon egy-két meccse beugorjon, mint hogy teszem azt egy-két millióért aladják őt. Azt hiszem valami 6-7 millió euró környékén van a kivásárlási ára, a Mainz pedig egy olyan kettő között ugye meg gondolkozott azon, hogy kölcsön is veszik. Csak kölcsönszerződésbe sem mennek benne. Ja, értem. Egyébként csak én álmodoztam még a nyár elején egy ilyen Szalai Dzsudzsák dárdaipari egyesülésbe a Hertában. Hertával nem volt szóba Szalai Dzsudzsák, ő volt, csak azt hát tudom, hát jó, de ettől függetlenül én bennem. Amikor jöttek a Dzsudzsákos hírek, én mondtam, hogy hát a Szalainak is akkor ott lenne a helye, és akkor az mekkora egy kombó lenne, egy igazi kis ilyen magyar trió. Jó, csak az a baj, hogy amíg Dzsudzsák ő... Nem tudom, hogy most nem tudom, hogy Szalai rajongók vannak itt, kétlem, hogy olyanok lennének, hogy Szalai rajongók ki konkrétan. Biztos vannak olyanok kedvek, de azért Szalai meg Dzsudzsák játéka között ég és föld van. Tehát tény az, hogy Dzsudzsák ő elment Oroszországba játszani, de azért tudod, hogy ő tud húzni egy olyat, hogy váratlan ezért lett volna neki jó a Bundesliga. Csak őt megint az érdekelt, hogy anyagilag hogy áll. Szalai pedig mióta eljött a Mainzból, nem olyan góllövő cipőjét nem találja, de úgy nagyon magát se. Tehát amilyen visszaesése volt neki formailag, az hogy mondjam, az egyedi. Tehát nagyon kevés embernél lehetett ezt elmondani. Igazából mindkét játékos, ha mondhatjuk úgy, hogy elrontotta a karrierét, természetesen nem financiálag, hanem inkább úgy mondta, hogy karriertemetőbe ment mindkettő, az volt, amikor a sikercsapataikat otthagyják, mert most megint megnézitek a PSG, az megint ott van a BL-ben, aztán meg megint, ha jól tudom, veretlenül vezetik a bajnokságot, amíg a Mainz az pedig nem akarok hazudni, de úgy emlékszek, hogy a ötödik helyen van, igen. Amíg Szalaiék valahol lent. A 14. Szalaiék 14. Azért mondom, hogy ezek, tehát ami ez zavar, azt hiszem most is, majd hogyha áttérünk a szériára, akkor akartam felhozni, de pont most volt egy nyilatkozata, nem tudom melyik olasz menedzsernek, majd megnézem a papíron, hogyha eljutunk oda, hogy nem tudom hány magyar játékos átment már rajtuk, viszont ilyen szinten... Átment már rajtuk. Hát, értsd jól. Értem. Hogy mondjam, hogy túl messze vannak attól, hogy a magyar focistákat profiknak lehessen nevezni, és nem amiatt, mert nincs meg a képességük hozzá, hanem az ilyen döntő képességük rettentő rossz. És ezt konkrétan azt hiszem Stieberre mondta, illetve szerintem a Bari lesz az, mert a Bari akarta Stiebert is, meg náluk játszott Rudolf is. És mondta, hogy mind a két játékosnál ugyanazt vett észre, hogy messze állnak a profizmustól. És valószínűleg ez itt is alkalmazkodik, amit most Szalai meg Dzsudzsák is csinált, hogy ugye Szalai inkább úgymond még elüldögél egy darabig, tehát hogyha annyira játszani akar, akkor szerintem nyugodtan felállhatna és azt mondja, hogy megyek. Dzsudzsák pedig ahhoz képest, hogy előre akart lépni a karrierjében, visszalépett kettőt. Szóval nem tudom. Én az egyetlen magyar focistát, akinek most esélyt látom annak, hogy valamit tegyen az asztalra, az pont a felhozott Stieber Zoli.
Hát de ez, ez inkább Bencének a szakterülete. Hát a, ugye Stevennek volt most egy nyilatkozata, hogy rengeteg pletyka keringett, hogy mi lesz a jövőjével kapcsolatban, és a közölte, hogy marad a Hamburgnál, és hogy küzdeni akar a helyért, ahogy eddig mindig megtette. És szerintem pontosan ez az a mentalitás, amire szüksége van egy játékosnak. És nem csak az, hogy Bundesliga, hanem akár most így apró idején, és Magyarországon is, a kisebb csapatoknál, a kisebb játékosoknak is ugyanezt kellene példaként venni talán, vagy nem is tudom, hogy mondhatnám ezt, de hogy tudom ezt átadni, de az a lényeg, hogy sokszor fejben van inkább a gond, mert tényleg, ahogy mondtad, a játékosok képességeivel akkora probléma nincsen. Hát a magyar válogatottra csak oda nézünk, egy másik edző alatt, mondjuk Dárdai elődje, ugye Pintér alatt, ugyanazok a játékosok voltak, jó, volt, aki nem volt behívva, meg volt, aki be volt akkor, de az a lényeg, hogy alapból a játékosok magja ugyanaz volt, és mégsem ugyanazt a teljesítményt tudták hozni, amit Dárdai irányítása alatt. És ez pedig nem attól van, hogy egy játékos, aki 25-28-30-32 éves, megtanul játszani hirtelen attól, hogy más az edző, egyszerűen csak fejben helyre lettek rakva. És szerintem tényleg ez az, ami Magyarországon az egyik nagy probléma a sokból. Ez szerintem egy tökéletesen felvezetője a jövő heti live-unknak. Mondhatom, hogy live? Remélem, hogy egy live lesz, igen, akár be is. Szóval igen, jövő héten készülünk nektek a magyar-román után egy live-val, ahol kibeszéljük a meccset. Úgyhogy ez egy tökéletes felvezetője volt rá, és ezt azért nem azért mondom, mert nem szeretném hallgatni, de még előttünk van egy olasz, illetve egy Premier League. És azt akarom, hogy akkor ezt a beszélgetést tökéletes lesz a live-ra, tegyük át oda, és akkor szerintem, ha már felhoztuk Rudolfot, meg a Barit, akkor menjünk át Olaszországba, hogyha valakinek még van esetleg hozzá fűzni valója a Bundesligához. Szerintem léphetünk igazából. Léphetünk. Hát akkor, ami a Olaszországban volt, az ugye a rangadó, amit tippeltünk is. Igen. A Róma Juventus, amit a Róma 2-1-re nyert. Pjanic, illetve Dzeko is betalált. A másik oldalon pedig a frissen szerzett Dybala volt a gólszerző. Én megnéztem az összefoglalóját a meccsnek, olasz focihoz képest, és ez most úgy fog hangzani, mint hogyha... De ukrán harmadosztályról beszélünk. Igen, tehát olasz focihoz képest, ami nem jellemző volt az olasz focira, az az, hogy pörgős játék volt. Nagyon-nagyon tetszett, nagyon pörgős volt, helyzet-helyzet után volt. Közben történt egy játékozolás Olaszországban, de majd erre kitérünk. És a Sevilla volt részese, az Interből igazolt a Sevilla. Ja. Ami engem nagyon meglepett, az az, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy azért a Juventus is, majd ez a Chelsea-nél úgy is ki fogunk térni, de a Juventus is most egyfajta gödörben van. Nagyon rég nem kezdtek két vereséggel, és mindketten két vereséggel kezdtek, ugye kikaptak elsőnek is hazai pályán, aztán most a rangadót is elveszítették. A másik meg az, hogy azok a játékosok, akik maradtak, ugye Vidal elment, Tevez elment, nem tudom még kiment el, hogy őszinte legyek, de hogy elmentek ezek a játékosok, és próbálták őket pótolni ugye egy Mandzukic-jal, illetve ugye Pogba is megkapta a tízes mester, a többi, és egyszerűen ezek a játékosokat nem tudnak olyat nyújtani, ami miatt a tavaly Juventus ott volt a BL döntőben. Meg Pirlo. Igen, Pirlo nagyon fontos. Igen, mert akármilyen öreg játékosok hagyták el, hát jó, mondjuk Vidal pont nem, de mondjuk ugye Pirlo, meg Tevez már azért idős, pont a... Idő. Abban a... Hát jó, most ugyanazt jelenti nagyjából. Hát azért. Na jó, hát nem, nyilván tudom, jó, nem járó keretet szaladgáltuk a pályán, de szóval akkor idősebb, 30 pluszos játékosok bőven, mind a ketten, és meg hát jó, Vidal azért mondjuk inkább azért elég fontos láncem volt a csapatnak, de Pirlo meg Tevez szerintem még fontosabb. Ahhoz képest, hogy bőven 30 pluszosak voltak, és azért valamilyen szinten, hát nem mondom, hogy ijesztő, de azért fura ebbe belegondolni, nem, hogy ezek a játékosok, akik lehúztak rengeteg évet már a futballban, már, és már igazából nincsenek fizikailag a csúcson, mégis ők határoztak meg egy olyan csapatot, akik eljutottak a BL döntőig, és azt hiszem háromszor zsinórban megnyerték a bajnokságot is? Vagy kétszer? Azt hiszem ez a harmadik volt a tavaly. A harmadik volt. Azért, szóval azért, hogy ők voltak az igazán meghatározó játékosok ennek a Juventusnak, és hogy őket kell pótolni
aminek egyébként nem lenne szabad, hogy ekkora kihívást igen, szerint. De ami fura az az, hogy csak a Juventus az, aki eddig úgy néz ki, nem tudja őket, mert körbenézünk, és a két milánói csapat az remek formát nyújt, tehát az Inter az hatalmasat húzott Jovetic-sel, az 100%, tehát Jovetic hozza a meccseket az Internek. Megnézzük a Milán meccsét, két gólszerző volt a 2-1-es sikernél, Luis Adriano és Bacca, tökéletes igazolások. És ott van egy balújuk, úgyhogy... Igen, megnézzük az Roma, győztes gólt lőtt Edin Dzeko. Remekül használták azt a úgymond pénzösszeget, pénz... nem fogom tudni már megfogalmazni, mentsetek meg. Szóval jól használták a pénztárcájukat. Yeah. Azonban a Juventusnak kicsit úgy éreztem, hogy amikor ők úgymond elengedték Tevez. Hát ez nem maguk. Csak majd visszavezetek rá a Nedvedéket. Tehát amikor elment Tevez, elment Vidal, elment Pirlo, akkor kicsit úgy éreztem, mint amikor Del Piro, Trezeguet, Nedved, stb. Lelépett, hogy azért oda is kellett egy jó pár év, amíg belegondoltok, hogy őket helyettesítsék, mert még csak most jutott vissza Juventus oda, ahol volt, és most lehet, hogy megint visszaesnek. Tehát Gyibala egy remek fiatal tehetség, ki tudja, mennyi idő kell neki. Pogbánál kezd kijönni az, amit Ferguson mondott, hogy lehet, hogy lesz egy jó szezonja, aztán semmi, ugye? Meg hát gondolom őt is bezavart ez, hogy napról napra megy az, hogy 80-90-100 millió kérték az a Premier League-ben. Többet kell vállalni a Pogbának így. Igen, tehát Pogbának most konkrétan az a tízes mez az arra van, hogy te vagy a vezére a csapatnak. Mert elől nem fog Buffon ordibálni az embereknek, hogy lőjetek. Tehát. És volt is egy statisztika talán, hogy karrieres során nem adott el annyi labdát Pogba, mint a Róma ellen. Igen, meg hát ezért ez azért is hatalmas nyomás rajta, mert ugye most gyakorlatilag... egy szinten kezdedik el a Neymar, Azár, meg sorolhatnám típusú játékosok, hogy ő az a fiatal, akiben mondjuk aranylabdát látnak, akiben a jövő nagy világsztárát látják, és ennek azért megfelelni, szerintem ez ugye majd a Premier League-be erre kitérni, szerintem ugye ez már egy játékosnak már megártott szerintem. És szerintem ugyanez a szindróma fedezhető fel az ő játékában is, hogy egyre rosszabb, egyre nagyobb súlyt tesznek rá, és egyre nehezebben jönnek neki, úgymond ezért talán nem mer annyit vállalni, vagy pont rosszkor vállal olyat, amit nem kéne, szóval emiatt rossz döntéseket hoz. Ez fejben megzavarod egy játékos nagyon. Ez is milyen furcsa, hogy 2 meccsen kapott 3 gólt Juventus, és ez azt jelenti, hogy a 17-ek. Igen. Kevés. Viszont a Kijevó, tényleg rá akartam kitérni, a Kijevó az meglepő. Tehát a Kijevó 2 meccsen 7 gólt lőtt, mindössze 1-et kapott. Igen, és a Lációt verték el 4-0-ra, ami azért... Én úgy tudom legalábbis, tavaly is a Láció azért simán benne volt a bajnok esélyesek között, még egy, mondjuk, a vége fele már nem annyira, de azért úgy január-február környékén még harcon volt a bajnoki címért, és ezek után őket megverték 4-0-ra, mert még ha 1-0-ra legyőzik, az oké. Okay. Még ami nem biztos, hogy ez lehet, hogy nem teljesen igaz, nem vagyok teljesen biztos benne, de a Lációnál az benne lehet az, hogy jól hallottam, hogy náluk Kandreva egy meghatározó játékos, és volt egy kisebb balhé az edzővel, azt hiszem Piolinek, igen, Piolinek hívják, hogy úgy volt eredetileg, hogy ebben az évben Bíjától ő veszi át a csapatkapitányi karszalagot, ő lesz ugye az új vezére a csapatnak, mert hát tavaly szezonban konkrétan ő húzta a Lációt a hátán, és említek a két vezér szereplő Bíja és Kandréva között lett egy kisebb vita, illetve ugye az edző, és azért egy ilyet kihagyhat, tehát gondolod, hogy két kulcsjátékosod nincs jó be egymással, és azért elég profinak kell ahhoz lenni, hogy ezt a pályán úgy szét tud kapni. Szerintem ez még benne lehet annak. De hát most minden nagy csapat hülyén performál, szóval nem tudom, mi van most igazából azért csapatokkal, nagyon sokan még alszanak, szóval ez én a Lációt is ide teszem, meg a Juventust is. Azért nem hiszem, hogy a Juventus kieső helyen fog lenni. Hát, két forduló múlva, szóval. Kizár dolog. De most nincs kieső, én csak egy köpésre mondom. Végülis igen.
Ami Közben. esetleg érdekes, hogy kis érdekesség, hogy a Torino pont ugye a Juventusnak a ősi riválisa áll most a második helyen, és ők is két győzelemmel nyitottak. És a Fiorentinát verték el az előző fordulóban. Fiorentina az is meglepetés, amilyen ugye úgymond lehet magyar kötelék oda is, mivel Paulo Sousa itt a Videótonnál is bemutatta, meg most már a Fiorentina is mutatja, hogy ez egy jó edző. Ami a Fiorentinán meglepett, az az, hogy amilyen keretük van, olyan gyengén is játszanak. Tehát én nem értem. A Barcát, meg a Chelsea-t is. Igen, ugye, felkészül időszakban a Chelsea-t, meg a Barcelonát is. De szép játékkal, tehát bárkik láttam, hogy szép játékkal nyert a Fiorentina, és most úgy nem tudom, mint hogyha nem akár a Torino az, hát csak a statisztikát nézve, labdabirtokláson kívül minden dominált. Na mondja, csak azt a átigazolást, amit mondani akartál. Igen, csak annyi, hogy annyira nem nagy dolgok jöttek az Interből, ha megtalálom. Igaz, Interből Marco Andreoli a Sevillához csatlakozott egy év kölcsönbe. A City is kölcsön adta Jason Denajert a Galatasaraynak. Hát azt tudom, hogy ki ő szintén szóval. Igazából nagy, ja igen, ami a legdurvább az az, hogy a Unitednak úgy néz ki, hogy megdönti a legdrágább tínédzsert, és a tínédzsert az átigazásokban 20 éves korig számolják, és hogy a Unitednak, tehát az öt, top 5-ös listában a United háromszor szerepel. Az első Anthony Martial lesz, aki ugye a Monaco-ból érkezik a United-hez, 36 millió font, ami közel 80 millió euróra felugorhat, hogyha a játékos jól teljesít a United-be. A második helyen Lucas Moura van, a harmadik helyen Luke Shaw van, és mindetve még az ötödik helyen ott van Wayne Rooney, akinek pont ma van nem tudom hány év, hogy csatlakozott a United-hez. De majd erre a Premier League-nél akartam kérni, hogy erre az Anthony Martialhoz mit szóltok, mert hihetetlen, tehát egy tényleg úgymond semmiből előjött játékosért közel 50 millió eurót fizetni, az nem semmi. Hát igen, de mondjuk még annó Azárról se hallottunk annyit talán, vagy én legalábbis személy szerint, amíg nem hozták szóba a Chelsea-vel, igazából nem sok mindent tudtam róla. Aztán meg mindig... Na parancsoljatok, Matrép Milánból a Lációba kölcsön. Nem tudom, mi az a sok kölcsön ma. Van nagyon sok, hát vannak csapatok, akik szabadulni akarnak játékosoktól, és vannak csapatok, akik meg szeretnek közben egy meghatározó hír. John Walters átigazási kérelmet adott a Stoke City-nél. Na. Meghatározó hír. Na, esetleg... Hazárdosban annyit bele akartam kötni, hogy ezért az már úgymond saját, nem akarok megsérteni, de saját tudalékonyságod az, hogy azt azért nem vette részre. Tehát Hazardról bőven nagyjából Neymarnál egy időben kezdett el beszélni a foci világ. Hát Zidane a 16 évesen már őt nevezte egy úgy tehetségnek tűnő. Tehát azért Hazard bőven ott volt. Azért az emberek nem hiába figyelték annyira, hogy hova fog igazolni. De ez ugyanígy volt Neymarnál is, azért egy-egy... Szerintem a Neymar árnyéka úgymond elfette, szerintem ez. Én legalábbis, bár lehet, hogy nem így van, meg rosszul emlékszem már, de én legalábbis nem, annyira azért nem. Hype szinten szerintem sokkal magasabban volt a Neymar hát igen, mert szaga, úgymond. Már nem igen, úgy, de azért azt tudjuk, hogy Hazardnál ott, ez egy hülyeség mond, de Hazardnál gyorsan lement, ott úgymond csak egy-két év volt. De Neymarnál úgy, mikor 2014-ben igazolt a Barszához, ugye? Igen. Neymar már 2011-ben szóba volt a Reállal, meg a Chelsea-vel, meg a Bayernnel, meg a Barszával, tehát neki azért egy 4 éves folyamat volt. Meg hát érte az, hogy megtartsák ott a... Fú, meg is volt az előző csapata most? Santos. A Santos konkrétan megszüntette a futsal csapatát, meg a női futball csapatát, hogy tudja fizetni Neymarnak a fizetését. Szóval, hogy őt annyira meg akarták tartani, és ezek a hírek is, hogy ennyi minden megtesznek azért, hogy ott tartsák, mert mit tudom én, ezek ugye állandóan jöttek az ilyen hír, olyan hír, hogy Neymar ezt csinálja, azt csinálja, és mondjuk ilyeneket én Azárról nem hallottam. Azárnak minden volt. Azárd, ha volt szerencséje neki, az volt, hogy őt
Őt nem érdekelt annyira a világ. Tudták, hogy tehetséges játékos, tudták, hogy egy nagy játékos lehet belőle, de úgy nem érdeklődtek. Tehát nem, nem brossz. Jó, ha hozzánk jön, akkor nagyon örülök neki. De ez csak akkor volt, amikor nem. Tehát amikor kijelentette a Lille, hogy ő távozni fog, akkor már nekünk megvolt a Facebook oldalunk. Azt hiszem mai napig az a tehát a legkeresettebb poszt, amikor be volt jelentve, hogy aznap Hazard eldönt, hogy hova igazol. És valami 200, nem tudom mennyi kommentünk van alatta, hogy az emberek annyira fel voltak elve, tehát ismerték, tudták ki az Hazard. Csak amíg ő be nem jelentette, hogy eljön a Lille-ből, addig nem érdekelt úgy az embereket, mint a Neymar esetében. Na jó, szerintem ugorjunk kicsit olyan témára, amihez Bence is hozzá tud szólni, bár mondjuk itt meg pont majd Dani lesz. Dani is nézegeti a Premier League-en. Szerencsére, szóval. Igen, egy pár meccset, igen, láttam már. Kis bevezetőnek annyit mondanék, hogy szerintem a PL új értelmet nyert, mert szerintem most azon hívhatjuk piros lapligának, legalábbis ez alapján, a forduló alapján. Ez... Én nem is tudom, mikor láttunk utoljára ilyet, hogy ennyi piros lap egy fordulón belül. Itt igazából, ami nekem nagyon tetszik, az az, hogy múltkor felhoztuk, hogy milyen szép játékot játszik a Stoke City, erre összeszedik két piros lapot. Tehát ez hihetetlen, és azt hiszem 6 percen belül. Tehát... Én nem értem, mi van amúgy a Premier League-el, tehát én őszinte leszek, ha két oldalról lehet nézni. Egyik oldal az az, hogy a kis csapatok megmutatják, hogy nem kis csapatok, mert sorra verik a nagyokat. Másik oldalról meg az, hogy ez már akár úgy, mint a Bundesliga eldőlhet nagyot hamar, mert én túl erősnek érzem ezt a Cityt. Én tudom, hogy nem ezt mondtam évelején, United-et mondtam, mert azt hittem, hogy Van Gaal majd észhez tér, de most már egyet visszaszívom. Mit szólnál, ha bár bocsánat, Bence, hogy elnyomtalak, csak egy javaslat, ha most úgy beszélnénk a meccsekről, hogy még annyira sem, mint az előző podcastben, hogy csak úgy, mint ezeket a bajnokságot úgy vegyük végig azért úgy nagyjából, hogy mi történt, mert valójában őszintén még egy nem is tudom, Southampton Norwich meccsről nem tudunk olyan sokat beszélni, és szerintem ezeket épp elég említés szintjén. Szóval tartsuk magunkat az eddigi, a mostani adásban lévő formulához. Jól van, mehetünk. Jó, köszönöm, Arzsanállal. Mivel kezdtél bele, Bence? Bocsánat, nem akartak. Ja, nem, ez a észhez tér kifejezésen mosolyogtam, mert ugye Fáháról még a talán a legelső podcastnél volt, amikor még Tamás is itt volt, ugye a United-es szakértőnk, mondhatjuk így, hogy mennyire Moise hibálja meg, hogy Moise mennyire bűnbaknak lett odahozva, meg ezek a dolgok. És hogy tényleg, hogy oké, hogy észhez kellett érnie, van, vagy egyáltalán úgymond van-e több magában Fánhában. Mert ugye a válogatott szinten láthattuk, hogy nem volt rossz edző, meg hogy korábban csapatoknál se, tehát akár a Bayern Münchent, ha nézzük, de hogy a Unitednél képes lesz-e meglépni azt a szintet, ami egy Manchester Unitedhez elvárható. Hát igen, meg a Premier League nem csak játékosokat tud megtörni, hanem edzőket is. Mi is láttuk Vias Balázsnál is, hogy hiába volt egy, szerintem egy mark. Az erőltetett. Na jó, nem mondom. Ne értsétek félre, nem akarom összehasonlítani a két edzőt, de mondjuk őt szerintem ő neki a Premier League egyáltalán nem feküdt. Feküdt neki, csak nem a Chelsea-nél. Tehát nem... A Vias Balázs az első évnél nem a Chelsea-ből, nem hiszed nekem, hogy még itt lenne. Vesbosnak annyi volt, hogy neki minden egyes addig összeszedett bizalmat tönkretette a csapat. Tehát az ennyi volt. Tehát ő egy, úgymond egy Zenithez, vagy Zenith, bocsánat, Portónál úgy volt, hogy tudták, hogy ki ő Portugáliában. Tudtuk mi, hogy ki ő, mert dolgozott Zsozéval. És ennyi. Ő tudta, hogy mit tudjuk, Aztán megnyerte ugye a Európa Ligát, bajnokságot, te egy milyen kerettel. Tehát egy Falcao, egy James, egy Hulk, egy millió más játékos, aki most top csapatokban játszik, és azok nem a Portóban lettek nagyok, hanem azok oda voltak úgymond véve. Tehát egyikük se saját nevelés volt. És amit neki rajta meg Mourinho között volt a különbség, amikor ugye eljött a Chelsea, ez az, hogy Mourinho úgy jött ide, hogy őt nem érdekli, hogy te ki vagy. Tehát az akkori Chelsea az egy szinten volt a Portóval akkor. Hogy
igazából sok minden nem ismert, mindenki United-re, meg Arsenalra, meg Liverpoolra izért, a Portugáliában, meg akkoriban mindenki a Sportingra, meg a Benficára. Most idejött a Chelsea, azon az volt az elvárás, tehát a Portonál az volt az elvárás, hogy azért legyél ott a top 3-ba, a Chelsea az volt az elvárás, hogy hát mivel Mourinho 2 vagy nyerje meg mindent. És ez összetörte. Tehát Villas-Boasnál, tehát már nem tudom, hogy erre mennyire emlékeztek, volt egy olyan, hogy nyilatkozott arról, hogy előrendelte a játékosainak azt, hogy a gólörömnél menjenek oda hozzá. És mert hogy éreztessék a médiával, hogy a csapatnál jó az összhang. Aztán lőtt egy nagyon-nagyon bepattanós össze-vissza gólt, talán David Luiz. Igen. És így látszott, hogy vonszolja az embereket oda, hogy gyertek igen, már az oda. Igen, az elég kínos pillanat volt egyébként. Kínos ölelkezés ott az évvel, ezt rá három meccsig is rúgták. Szóval Villas-Boasnak annyi volt a baj, hogy tényleg nem tudta még, hogy kell nagy csapatot kezelni. Ha ő akkor eljön egy Southamptonhoz, vagy valami, ez akkor szerintem mai napig ott lenne. Neki fekszik ez a fajta középcsapat kategória. Na de viszont beszéljünk akkor a meccsekről, vagyis inkább ami nekem most egyből szemet szúr, most így rápillantok a tabellára, hogy az előző podcastben, meg az előttiben is sokat beszéltünk arról, hogy a Stoke milyen jól igazolt, meg milyen sokat várunk tőlük, milyen szép játékot játszanak. Ezt képest így 4 forduló után, hogy konkrétan kieső helyen vannak. Ennek mi lehet? Hát jó, de tehát, hogy így az eredmény alapvetően nem mindig tükrözi a játékot, és erre a nyitóforduló volt a legjobb példa, hogy a Liverpool ellen tényleg nagyon jól játszottak, megnyertük egy mondhatni szerencsés góllal, de tényleg akkor döbbentem rá, tényleg amit már annyiszor szintén korábbi podcastekben is beszélgettünk, hogy most már ez a Coleraine United Stoke nem aktuális, mert elkezdtek ők is focizni, tehát már tényleg tele vannak olyan játékossal, aki háromnál többet tud dekázni, egyre tehetségesebb. Hát tudnak három is számolni. Jó, igen. Igen. Tehát, hogy tényleg ilyen, most Afelá is mondhatni, hogy megbukott, nem bukott meg, de azért mégiscsak egy olyan név, akit szerintem a futballvilágban szinte mindenki ismer, és mégis oda tudták csábítani egy Stoke Cityhez, amit alapból egy angol középcsapatnak mondtak az emberek, akik nem úgy játsszák a focit, ahogy a legtöbb náluk nagyobb csapat, hanem ugye rugdosódnak, fát vágnak, és stb. De tényleg, meg ugye most meg Shaqiri. Tehát, hogy én alapvetően megmosolyogtam, amikor kijött a pletyka, hogy a Stoke érdeklődik Shaqiri iránt, hogy egy éve ment el a Münchenből, hát persze már át fog igazolni pont egy Stoke-ba, aztán idén meg már ott van, és hogy hát azt nem tudom, mennyire brillírozik, mert az az igazság, hogy erről a mérkőzésről pont lemaradtam, csak összefoglaló szinten láttam, de tényleg azért mégiscsak olyan neveket láthatunk, ami meglep. Igen. Igazán lehet többet oda tenni tényleg. Én azt hiszem, hogy még a Stoke-nak az nagy baj lehet az, hogy még össze kell szokni, tehát ott sok új játékos. Igen, rengeteg az új játékos ott össze. Tehát Afelive se hiszem, hogy át fog alakulni egy ilyen minden másik meccsen piros lapot szerző játékos, szóval kell egy kis idő a Stoke-nak, de nem hiszem, hogy kiesnek. Mit gondoltok az Arzenáról? Ugye ő nyitotta ezt a fordulót, és tudtak nyerni 1-0-ra, és Öngollal. Igen. Igen, szóval, hogy megint nagy reményekkel vágtak neki a bajnokságnak, és ugye nem akarom őket lesajnálni, vagy ilyesmi véletlenül sem, de igazából több nagy csapatban is most azt láttam, hogy igazából még keresik azt, hogy mégis hogyan kéne ezt, hogy Több nagy csapatban, igazából minden nagy csapatban a City-n kívül igen, igen, látni, ezért, szóval hogy igazából, mintha mindenki meg akar nyerni a Premier League-et, csak mintha most nem tudnák a receptet hozzá, hogy keresik igazából ezt. Ugyanaz a bajom, hogy ezzel a bajnoksággal, ami tavaly volt, és ezt ugye én nem vettem észre, mert az én csapatom volt az, ami most a City. Van egy csapat, aki felkészült, és van a többi, aki még készülődik. Csak az a baj, hogy akármennyire mondhatják az edzők, hogy hát ez a Premier League, most mi az a 8 pont, 10 pont, 20 pont, tehát ezt bármikor be lehet hozni. Nem lesz 10 vagy 20 pont különbség. Hallgass szinten végig, ezt gondoltam. Köszönöm. Hogy amit a gondod az, hogy a Citynek most már nincs miért aggódnia. Tehát a média nem figyeli. Tehát a média mit mond a Cityről? Remek csapat. Tehát
tavaly mi volt a Chelsea-nél? Vajon meg tudják csinálni a veretlenségi sorozatot? Vajon ez, vajon az? City-nél nem hallasz ilyet? Mert mi van? Mi lesz a United-del? Mit fog csinálni Fáha? Mi lesz az Arsenal-el? Vajon Wenger marad, vajon sikerült csatát igazolni? Mi lesz a Chelsea-vel? Miért kezdett ilyen rosszul a címvédő? Mi lesz a Liverpool-lal? Mi lesz ezzel? Mi lesz azzal? A City olyan csendben csinálhatja az ő dolgát, ahogy akarja. És ezt ők meg is fog. Tehát ugyanaz lesz szerintem a City-nél most, és ezért nem tudom például az Arsenal-t, meg a Liverpool-t, meg a United-est is az a baj, hogy most már még vagy már a Chelsea-t sem oda képzelni hozzájuk, mert tavaly is ugyanez volt a Chelsea-vel, és szerintem, ha most itt lenne Tamás, akkor igen, mondanád, de szerintem te is, Bence, nyugodtan mondhatod, mert azért Liverpool is úgy járt hozzá tavaly, hogy megnyerik a bajnokságot, hogy minden egyes fordulóban úgy voltak a riválisok, hogy na majd most, a izé igen jó formában van a Everton, hát ha megverik őket. Aztán jött a következő forduló, hogy na, a United az már jó formában, hát ha megveri őket. Aztán a Southampton nagyon jó formában, és így folyamatosan nem, ha egy góllal is ide nyertek, de nyertek, de nyertek, de nyertek. Tehát hogy úgymond a Citynek minden összejön. Az Arsenalnak se van most ez. Én úgy érzem, hogy az Arsenalban megvan a rendszer, ami a sikerhez kell, csak egyszerűen ők nem tudják, hogy ezt hogy kell használni. Tehát azt nem mondja neked, hogy 10 emberre vagy a 20. perctől, és egyszerűen nem az, hogy gólt lőni, de kapuig eljutni se tudsz egy Newcastle ellen, aki a 19. És azt hiszem nem is volt, legkevesebb kapulövésük volt a meccs előtt. Szóval nem tudom, én jelenleg azt mondom, hogyha a City egy 8 pontnál tovább, tehát ezt a pontot tudja tartani decemberig, akkor ez a bajnokság is eldőlt. Na jó, én merek most veled fogadni, hogy nem a City nyeri a bajnokságot. Én ennyit mondom neked, térjünk vissza rá új évben. És nem azért mondom azt, mert nem akarom, hogy a City nyerjen, nyilván nem is akarom, hogy a City nyerjen, de azért mondom ezt, mert ne felejtsük el, hogy ezért ez egy Premier League. Itt nincs két egyforma bajnokság egymás után. Egyrészt, másrészt meg a Citynek is jöhet egy sérülés hullám. Otton Sterling, aki nem arról híres, hogy végigjátszik egy szezont sérülés nélkül, ő volt egyik bomba igazolás. Akkor De Bruyne ugye még nem játszott végig egy Premier League szezon, ki tudja vele itt mi lesz. Szóval Aguero se is hajlamos arra, hogy megsérüljön. Ha itt kidől 3-4 főbb szereplő, úgymond, ebből a gárdából, simán lehet egy olyan vereségi sorozat, hogy egyszerűen még akár lehetnek negyedikek is a végén. Szóval én még mindig azt mondom, hogy én nem venném azt, hogy én nem merném kijelenteni azt, hogy... Én is azt mondtam, hogy a decemberben még megvan ez az... Ja, hát jó, nyilván... Azt mondtam, de egyébként... Aki féltárnál 8 pontos előnyel bír, az általában megnyeri a bajnokságot, legyen akár szó, nem csak a Premier League-ről, bármelyikről. De ezzel együtt mondtad, hogy jöhet egy hullám, meg jöhet ez, jöhet ott. Ugyanezt mondták tavaly. Mert nekünk sem, most sincsenek, de tavaly sem voltak minőségi cseréink egy Fabregasnak, egy Kostának, egy Hazardnak. És mindenki mondta, hogy bármikor bejöhet egy sérülés, de hát nem jött, nem jött. Tehát, hogyha mellettük van még a szerencse is, és ez nem szerencse, ez most talán senkinek nem kívánok sérülést, de hogyha ez is mellettük van, akkor érted? Persze, én értem, amit mondasz. Csak én ennek ellenére is ezt mondom, hogy én egyáltalán nem tartom ezt lefutottnak, meg ettől függetlenül sem látunk már ilyet, hogy valaki bitangú kezdi a szezont, a Chelsea is kezdett már nem egyszer úgy, hogy az első nem tudom hány meccsét megnyerte, aztán jött egy olyan visszaesés, hogy örültek a második helyének, szóval... Csak akkor voltak riválisok, tehát olyan szezont én még nem most láttam, is amikor egy csapat... Ne, teljes félre. Én olyan szezont még nem láttam, ahol volt egy domináns csapat, és most vissza tudok térni a 2007-es United-ra például, vagy a 2003-as Arsenal-ra, vagy épp a 2005-ös Chelsea-re, akik ekkora előnnyel elkezdik, vagy akár a tavalyi Chelsea-re, ekkora előnnyel elkezdik, és egyszerűen ellazsálnák. Tehát az, ha egy olyan csapat csinálja ezt, akit úgy érzed, hogy meg ott van mögötte egy másik csapat, aki úgy bele-bele szól. Tehát mind olyanok voltak, amit te is mondasz, hogy elhúzott két csapat, és akkor azok váltogatták egymást. De olyanra én még nem láttam, mióta nézem a Premier League-et, hogy volt egy domináns csapat, aki elhúzott, amíg a többiek ott összekapkodták magukat, aztán ők visszaestek volna nagyon. Mert no offense for Bence, de amikor a Liverpool kialakította magának a
előnyt annó, amikor az utolsó párfordul rontott rá. A City folyamatosan ott van és nyomt őket, meg a Chelsea is folyamatosan ott volt. Tehát a Liverpool sose húzott el úgy, hogy hű, de nagy előnyük van. Meg most jó, ez még csak egy párforduló volt, de azért ezen a City nézett, hogy itt tényleg vagy egy sérülési hullám kell, vagy az, hogy valami dolog történjen, de amíg a média se rájuk figyel, amíg mindenki egészséges náluk, mi okuk lenne arra, hogy megforduljon ez a motivációs folyamat. De egyébként csak azért, hogy megszakítsam ezt a gondolatmenetet, Dani most írta, hogy Blasikovszki a Fiorentinába folytatja. Na, ez is meglepő. Ugye de Januzaj. Akkor meg így már a Januzaj, ezt akarom, hogyha Blasikovszki jelent, akkor így a Januzaj üzlet, a kölcsönüzlet érthetőbb. És akkor lesz, de valószínűbb, hogy lesz játék lehetősége. Igazából én minden jót kívánok Januzajnak, bár egy elég érdekes játékos. De ez biztos világ legjobbja for a reason. Na, térjünk át szerintem arra, hogy beszélgessünk egy kicsit mondjuk a... Hát akkor beszéljünk arról az ominózus Chelsea meccsről. Mert... Miért nem megyünk sorrend? Mondjuk hát az... Idősorrendben úgy jön, és igazából nagyobb csapatok legyünk sorrendben. Nem tudom, én... Konkrétan most, amit legszívesebb csinálnám, az, hogy fognám a mikrofont, oda tenném a hangfal elé, és bejátszanám, amit Gary Neville mondott, mert egy az egybe az én szavaimat mondta. Nem tudom, hogy ki hallotta, látta az interjút. Hát a hallgatók miatt mindenféleképpen elmondhatnád. Tehát Gary Neville azt mondta, hogy ennek a Chelsea-nek egyetlen egy dologra van szüksége, az, hogy Mourinho végigmenjen rajtuk, és egyenként felpofozzon mindenkit. és tényleg. És nem azért, mert... Azért van, aki csak paskolást érdemelne. Lehetsz címvédő, de és kezded rosszul a szezont, de nem lehetsz címvédő, és kezded rosszabbul, mint egy kieső jelölt. Csak a Sunderland kapott több gólt, mint a Chelsea. Egyetlen egy vereségre vagyunk attól, hogy ugyanannyi vereségünk legyen, mint tavaly egész szezonban. És a keret nem gyengült, csak erősödött idézőjelben. Tehát ez... ahogy Gary Neville mondta, ez a lustaság eredménye. El van kényelmesedve az egész csapat, el van kényelmesedve Mourinho, és egyszerűen addig, amíg valami drasztikus dolog nem történik, és az abban, hogy már ez elég rossz, de pont emiatt, amíg most jönnek hírek az átigazásokkal kapcsolatban, még mélyebbre mehet. Tehát én úgy érzem, hogy ha itt, és ugye Mourinho képes lett, tehát én, nekem az egyetlen hitem az benne van, mert nem hiszem, hogy valamelyik játékos fogja, és most elkezd meccsenként 3 gólt lőni. Tehát itt ennek a csapatnak, ennek csapatként kell dolgozni. A Premier League nem az a hely, ahol fogja magát egy játékos, és tudja vinni a hátán csapatot, except Sanchez. És... De ott is láttuk Sancheznél, hogy... Ő sem tehát egész szezonon lesz. Volt, pont a Boaszos Chelsea volt ilyen. Ha ment Matának, megnyertük egy meccsel. Megnyertünk egy góllal egy meccset. Ha nem ment Mátának, vagy lefogták Mátát, akkor kész, ennyi volt. De akkor nem voltak ilyen személyek a Chelsea-ben, akik elméletileg papírformában domináns játékosok, akik el tudnak dönteni egy-egy meccset. Tehát akkor abban az időszakban ott volt Mata, ha jó formában volt épp Drogba, de ő már akkor épp kifelé randalírozott. Ugye akkoriban nyertük meg a BL-t, azt el is igazolt. Egy kiöregedő Lampard volt ott, egy David Luiz, aki többet járt a csatárposzton, mint Drogba. Kálú meg ilyenek voltak ott. Akkor megértettem, hogy rossz formában vagyunk, mert nem voltak. De most, hogyha van egy elméletileg aranylabdára törő Hazardunk, akit még szerintem kapura lőni nem láttuk. Egy Diego Costánk, aki tavaly majdnem gólt kellett. Egy Fabregasunk, aki majdnem megdöntötte a Premier League assist rekordját. Egy Pedro-ról nem mondok rosszat, mert Pedro most is jól játszott. Egy, nem tudom, de sorolhatnék. Tehát a védelem az teljesen drasztikus. És akkor, amire ezt ki akartam térni, hogy akkor miért van az, hogy a legjobb játékosnak, a Chelsea-nél egy olyan embert választanak meg, aki 19 éves és 10 percet játszott. És ez Kennedy. Hivatalos statisztika szerint Kennedy lett a meccsember a Chelsea-nél 5 ponttal. Én nem tudom, én amire ezt fogni tudom, az azt, hogy lusta a csapat. Tehát kész. Ez csak lustaság, és ez nem csak tiszteletlenség a szurkolók felé, de ez az egész Premier League felé is.
Mert ha címvédő vagy, akkor te képviseled a bajnokságot. És akkor ne úgy képviseld már, hogy folyamatosan örüljünk, ha egy ponttal megverjük azt a csapatot, akit közép vagy kieső helyre várunk. Mert az nem érdekel, hogy kikaptunk a City-től, a City jobban játszott, de azért ne legyen már az, hogy örüljünk, hogyha megverjük a Bournemouth-ot. Tehát nem tudom. Nem tudom, ti hogy látjátok. Főleg pont Danit akarom kérdezni, hogy ő mit szólna, hogyha a Barca egy hamar egy ilyen startba kezdene. Nem örülök neki, az biztos. Ott is el kéne gondolkodni, hogy, hogy mi lehet a háttérben. Motiválni kell a játékosokat. Akik már túl sokat nyernek, azokban előfordulhat, hogy kicsit motiváltanak. Szerintem a motivációs probléma, ahogy mondta te is. Az pont, a probléma. Pont Carragher mondta azt, ugye ott volt Neville-lel a interjú közben, hogy, hogy ha mondhatja így, Mourinho nem tudja, hogy milyen az élet három szezon után. Sehol nem volt három szezonnál többet. Tehát neki mindig három szezon volt izé. És most Carragher azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy Mourinho bármennyire is a világ legjobb edzője, egyszerűen két szezon után elveszíti a csapatot. Tehát addig, mint hogyha kimotiválná az agyukat is belőle, és két szezon után egyszerűen elveszíti a csapatot. Én nem kongatnám a vészhangokat. Baj van, ez egyértelmű, ezt hülyeség lenne letagadni. De igazából nem tudnék mondani más edzőt, aki össze tudná kapni ezt a Chelsea-t rajta kívül. Én sem mondom, azt kéne még utolsó legyen az, hogy kirúgjuk Mourinho-t. Én szerintem, ha még besírtunk B-be, akkor is meg kell adni neki a... Ez most csak egy példa volt. Ja, persze. Nem Isten, hogy ilyen történjen. De hogyha ilyen történjen, akkor is Mourinho-t kell megtartani, mert Mourinho nem egy edzője a Chelsea-nek, ő maga a Chelsea. Tehát ez olyan lenne, mint hogyha fognád, és valamiért valamelyik rokonod nem tud úgy viselkedni veled, és ezért letagadod, hogy te most már nem vagy az enyém, mert tehát nem. Tehát Mourinho úgy apja a Chelsea-nek, ahogy a Chelsea a fia Mourinho-nak. Szóval az kéne még. Amit nek én helyesnek érzek, az az, hogy ez a Chelsea most összekapja magát fél évig. Én szerintem, én azt se bánnám, hogyha ha a csoportkörből tovább jutnánk a Bajnokok Ligájába, de minél hamarabb kiesnénk. A Premier League-be biztosítanánk egy következő szezonban egy BL helyet, aztán meg rátartanánk valami kupára. Mert nem azt mondom, hogy ne menjünk a Premier League-re, de szerintem egy FA kupa megmenteni ezt a szezont, bárhogyan is alakuljon, hogyha bent tudunk maradni a BL helyén. Egyébként, ami szerintem megoldás lehetne az, hogy Ivanovicot és Hazard, sőt akár Fabregas is a következő meccsen leültetni a francia, és akármi lesz az eredmény, lássák meg, hogy nincs bérelt helye senkinek ebbe a csapatba. Ami mondta az Eurósporton volt egy egyszerű cikk, hogy ami talán a legnagyobb gond az lehet, hogy a médiának azt mutatja Mourinho, hogy ő mindennel elégedett, szígyja az orvostól kezdve a bírókat is, aztán valószínű meg az öltözőben meg nekiugrik a játékosoknak. Persze, persze. És egyszerűen, hogyha azt látod, hogy az edzőt két színű, akkor kinek higgy? Tehát... Na, de ő mindig is ilyen volt, szóval ez nem most kezdte, nem ebben hát a szezonban. Ő mindig is ezt csinálta, hogy minden, szita a bíró, szita az ellenfelet, mindenki ízre, hogy ráfigyeljenek, és a háttérben meg az játékosok, meg ki tudja, mit csinált, és most semmi. Nem tudom, én gondolok. Azért az első szezonbeli Mourinho-nak a címvédőknek nem egy olyan nyilatkozatára emlékszek, amikor konkrétan kimondta a játékos nevét, és megmondta, hogy ő nem fog játszani a következő meccsen. Hát különböző. Lenyilatkozta azt, hogy ha Drogba a következő öt meccsen nem lő legalább három gólt, akkor megvesszük Wayne Rooney-t. Hagyjad már, hogy merne ilyet mondani? Az a baj, de igazából ez megint másik adásba tartozik, hogy én meg kicsit úgy érzem, hogy ezek a foci most már nem arról szól, hogy ki az edző, mi az edző, hanem ez játékcentrikus. Tehát, ha a játékos beduzzog, akkor a klubfőnök téged fog lebaszni. Mert hiába vagy te az edző, de ő hozza nekem a pénzt, azt kell csinálnod, amit ő... Tehát én azt érzem, hogy... És most ez nem úgymond kötekedésképp, de amikor volt ez a Messi ügy tavaly, hogy Enrique kiültette a padra, mert Messi nem késett edzésekről, stb. És ő megmutatta neki Enrique, hogy azért tudjad, hogy én vagyok az edző. És Messinek ugye jött ez a egész Chelsea-s mizéria, meg a média felkapta, ja, meg persze. Minden.
és az azonnal vissza kellett tenni Messit, és ugyanúgy egy pár meccsig még rossz formában volt, és közben meg feljött egy kispadról egy Pedro, meg hasonlóak, és azok jobban játszottak, mint Messi. És de egyszerűen Enrique nem merte meghúzni, mert már jöttek ézék, hogy vagy Enrique, vagy Messi. Igen, és akkor igen. Menjen Enrique, menjen Messi, menjen Enrique. És ugyanezt érzem az abban, hogy a rengeteg csapatnál. Tehát most így Hazardot kitenni szerintem Mourinho, Hazard nyilatkozni egy olyat, hogy... Nem elégedett a jelenlegi helyzet. Nem elégedett a jelenlegi helyzet, de én szerintem azt mondanám Abramovicsnak, hogy figyelj, vagy te vagy Hazard, és Hazard sokkal többet keres nekünk, mint te. Szóval... Hát, ha a Mourinho-s, mert ezt ugyanannyian veszik, mint a Hazardosat, akkor... Egyébként, ha válaszom kéne, én simán eladnám Hazardt is. Hát logikus. Többet tett Mourinho az asztalra, mint Hazard. De ne azért ne legyen... Amúgy ez a vicces Hazardnál, de szerintem le is zárom itt a Chelsea-t. Mondjuk én igen, mondani akartam, hogy... Ez a vicces Hazardnál, hogy amúgy beállítasz egymás mellé 10 embert, és mind a 10 Chelsea is megkérdezett tőlük, hogy hol fog lenni 2-3 év múlva Hazard. Hatan azt mondják, hogy valahol máshol. Mindenki tudja, hogy Hazard, ő csak itt egy szintet feljebb lép és megy tovább. Tehát nem tudom, én is így érzem személy szerint, hogy szerintem Hazard már 2-3 év múlva alapból nem lesz a Chelsea-ben. De most már, hogyha átigazolás, akkor Chelsea hamarosan hivatalosan is bejelent, hogy leigazoltó a... Olvastas már be, Léci. Nem tudom, mert... Miért? Léci, csinálom meg. Hát az a baj, nem tudom, mert füles van rajtam. Ja. Na, eddig ugye, szóval a Chelsea az leigazolta ebben az átigazási időszakban Pedrót, Babát, Begovicot, Kennedy, Nathant, Falcaot, Maneját, Panticot, illetve Papis, Embuba, Embuba, Abu, Fuongo, Baba, Mishon, Dzsibdzsobdzsit, Dzsibdzsobdzsit, és ebből 1-2-3 játékos kölcsönbe ment. Illetve Eki már hivatalos már a szenegáli játékos? Már elismerték a csapatok, csak gondolom holnap akarják bejelenteni, hogy ne legyen panasz a Chelsea-szurkolóknak, hogy nem volt deadline, de igazolás. Vagy jelent, hogy a háttérben egyezkednek valaki más. Igen, de pont a Róma mondta ezt, hogy... Mert igazából remélek. Nem tudom, azt a hallgatók olvasták, hogy ugye a Chelsea az teljesen bepett. Amit buta volt a Chelsea az átigazolásban, az az, hogy Stones nagyon kinézte magának is. Teljesen Stones-ra feküdt. Ez kicsit olyan, mint amikor Mourinho első átigazolási időszakában nagyon ráment Rooney-ra, és aztán úgymond elkeseredésben vette meg Eto't egy kicsit, és legalábbis én úgy éreztem, hogy Eto ilyen CD-éter volt nagyjából abban a képletben, vagy hát nagyon nézd, szóval értitek, hogy ő nem, nyilván nem az első számú választás volt, egy 30 pluszos úgymond kiégett csatár. Rooney-ra volt ráhelyez mindenki, és Rooney is sokáig halogatta minden, és igazából augusztus közepe vége fele jelentette be, hogy marad a United-nél. És sokáig szóval úgy volt, hogy a Chelsea-be fog menni akkor. A Rómának mondta a képviselő azt, hogy volt egy hívásuk a Chelsea-től, egy teljesen komolytalan ajánlata a görög válogatott Manolasért, és azt mondja, rendesen hallotta a háttérben az üzsgés mozgást, tehát teljesen pánik hangulat. Na jó, nyilván ez lehet ilyen média is, hogy ilyen, hogy hagyj higgyék már, hogy a Chelsea-nél izé, mert biztos így működik, hogy így felhív egy ilyen ügynök egy másikat, hogy gyorsan kávét ide, te meg fiam, adunk 4 milliót ezért a játékos, és a háttér meg ordibálnak, hogy te meg hívj arra a Reált Varanért, te meg Nem, de nem tudom, hogy ez egy hangfáj ezt volt. Így elég nehéz elképzelni. Ez egy rádióadás volt, ez egy hangfáj volt, és nem tudom, hogy hallottam már átigazás, mert rengeteg videó van róla, hogy megy le egy átigazás, de általában az úgy szokott lenni, ahogy normálisan, tehát az egy tárgyalás. Tehát ha voltál már egy tárgyaláson, tudod, hogy mi van, ott van egy rendszer, ott leülnek, beszélgetnek egymással, telefonon, bárhol máshol. Hát, mint egy biznisz. És ez a hangfájl az úgy nézett ki, ahogy te most Kanadából bemutattad. És meg lehet hallgatni bárhol. Tehát a rádióban bejátszotta, vagy ha nem bejátszották, hanem ugyanígy mondta, leírtam valahova a Róma képviselőnek a nevét, mindjárt visszatekerek, de akkor hívjuk Mr. Rómának, hogy konkrétan ő is eljátszotta ezt, amit te, hogy Simone Becciaccioli, igen, ez fontos, hogy tudom. Úgy konkrétan ez az, hogy esetleg bemondták Manolász nevét,
aztán mindenki kapkodta, hogy vat, így össze-vissza, nem lehetett érteni, mit hagyoknak. Aztán mondták, hogy Manolas, x million pound. És a Róma mondta neki, hogy nem köszönjük vissza. Hát én ezt nehezen tudom azért így elhinni, mert nem... De gondolom erre, hogy biztos kiállítaná a Róma így egy olasz National rádió elé a egyik ügynököket, hogy figyelj, nem, égess már le a cserzik. Nem mondom, hogy nincs benne igazság, de azért nehezen tudom elhinni, hogy az történt, amit én most az előbb imitáltam, mert azért én nem tudom, én legalábbis ez... Igen, hát pánik van. Hát a pánik, tehát abba gondolj már bele, hogy de most annyi, de figyelj, a marha nagy pánik nem lehet, mert maximum büntetést bevállalják és visszahívnak valakit kölcsönből. Most... Ja, azért fogunk igazolni egy olyan srácot, aki 19 évesen még a negyedosztályba játszott. Hát miért Müller is 20 évesen még az ötödosztályba játszott? Hát jó. Értem. Jó, nem akarom, nyilván nem egy szinteket. Jó, menjünk tovább szerintem is. Igazából szerintem a szombati meccsek közül, mert az City az egy gyalázat, meg igen, az esélye nem volt. Nem. Liverpool. Azért azt megemlítem, hogy Sterling meglőtt az első gólját a City-vel. Jó, hát ez most már csak nem belőle majdnem. Na, Liverpool. És igazából itt elsőnek West Ham. Megverte az Arsenal-t. Nagy csapatokra vannak. Liverpool. Specializálódva. Én láttam az összefoglalót. Hát én úgy gondolom, hogy a második, harmadik volt azért bőven kivédekezhető volt. A második az főleg. Az első volt, az szép volt. Meg voltak helyzeté Liverpoolnak, de nem tudom, mi történt. Bence? Hát most mondhatnám azt, hogy érett már egy pofon nekünk, amiben lehet, hogy jobb, hogy most így az elején szaladtunk bele, vagyis pontosan a csapat így beleszaladt, csak most nem tudom, hogy a meccsről mennyire szeretnétek beszélni, mert nekem két dolog lenne igazából majd utána, ami nem, vagyis a meccshez köthető, de nem konkrétan a meccsről, ami kicsit elszomorítónak tartok, de igazából akkor először a meccs szerintem legyen. Tehát, hogy mi lehet a gond, nem tudom. Az a helyzet, hogy nem tudom. Ugyanazt a csapatot küldte ki, amit az Arsenal ellen. Első fél időben az Arsenal, hát ugye egy Chelsea szurkolók által jól ismert személynek nagyon sokat köszönhetett, hogy nem került több gólos hátrányba. Aztán jött a fél idő, és senki nem tudja, hogy mi történt. Szóval, hogy átengedtük a teret, vagy nem tudom, vagy Wenger odaszólt Rodgersnek, hogy ez így nem pálya, és hagyjatok már inket itthon kicsit érvényesülni. De a második fél időben egyszerűen katasztrofálisak voltunk. És ez a West Ham ellen, ami volt, szerintem annak a folytatása lehetett. És nem hiszem azt, hogy Rodgers hibája lenne. Vagyis de, hát persze valamennyire az övé, de az a kérdés, hogy mennyire, és hogy miért. Felfoghatatlan szerintem, hogy egy Arsenal, ugye egy top csapat ellen milyen játékot tudunk mutatni, és aztán jön egy West Ham, nem megsértve a West Hamet vagy a szurkolókat, tehát nem az a célom, de egy kisebb csapattól egy ekkora pofont kapni az meglepő. Ezt nem lehet jobban leírni. Igazából a West Ham is meglepő, mert hát nem tudom, én most már nem érzem. Jó, nem azt mondom, hogy bajnokságot fog nyerni a West Ham. Én szerintem meg de. Bárki tudja. De őket már nem tenném, tehát őket oda tenném, mint ami pár éve volt a Everton, azelőtt volt a... Segítsetek ki. Igen. Mint régebben az Aston Villa. Tehát, vagy akár az Aston, igen. Tehát, hogy ezek a... Azok a csapatok, akiket nem sorolsz a top 4-be, de azért, hogyha sokat... De azért ijesztő a nagy csapatok. Igen. Ami azért érdekes, mert veszem, hogy ők nem olyan régen jöttek vissza a Premier League-be, ugye, mert ők azért hát kiestek, na hát még nem kezdem mit csűrni csavarni, hogy ők nem rég jutottak vissza, és azért egy egész, ha nem mondom azt, hogy most nagyon ugrottak, de mondjuk szerintem egy 8. helyen ők meg tudnak ragadni, vagy egy 7. helyen, akkor jó esetben ebből még akár Európa Liga is lehet. Újra, ugye, vagy nem újra. De újra, mert ugye ők Európa Ligások. Fair play díj miatt. Ugye? És a legtöbb piros lapjuk van a Premier League-ben. Igen, hát ugye ennyi.
Hát jó, de most igazából kinek nincs piros lapja már ebben a Premier League-ben? Tényleg mondja már egy csapat, aki, amíg még nem kapott valaki piros lapot. City. Majd következő fordulóban, ne aggódj. Na de, hogy akkor igazából amit nem még mondanék, az a, ami miatt én magam is elszigyeltem magam, az a Liverpool szurkolói. Ugye mindenki szerintem azt tudhatja, hogy a világ egyik legjobb szurkolótáboros elfogultság nélkül a Liverpoolé, és ebbe biztos be fognak sokan kötni, de ez, tehát ez alapból tényként is kezelhető akár. És erre egy hibázó játékos, konkrétan ugye Dejan Lovrenről beszélek, szegény Lovren, most szegényt azt úgy értem, hogy a történtek után, olyan szinten megfenyegették, elkezdték szidni, konkrétan őt és a családját halálos fenyegetések érték, tehát hogy nem tűnik nagy dolognak, de az Instagram felhasználóját azt így el kellett tüntetni. Mert ugye a közösségi média az, ahol a legegyszerűbben el lehet érni egy játékos, és olyan szintű savazást kapott, tény, hogy hibázott, tehát hogy ezt nem mondom, hogy nem, de hogy ez, tehát, hogy ez elfogadhatatlan. És hogy én az ilyen embereket, meg úgy átlagon, tehát ez nem csak a Liverpoolt érinti, mert szerintem azért több csapatnál is nem egyszer megfigyelhető az, hogyha valaki esetleg egy rosszabb teljesítményt hoz, akkor egyből a közösségi médián mindenki nekiesik, és ennek tényleg esetenként az a vége, hogy felhasználót felfüggeszti, törli, és ilyenek, ami nem tűnik egy dolognak, mert miért, hú, egy Instagram felhasználó, bármikor csinálok 200-at, és föltöltök rá felhasználóként 20 képet, de gondolkozzunk azon, hogy ezek a játékosok ugye emberek is. És emberileg, gondolj be, hazamész egy meccsről, tudod, hogy hibáztál, alapból eléggé gyérkedved van. És akkor azt várod, hogy biztassanak esetleg a szurkolók? Vagy, tehát nem is az, de akkor normálisan megfogalmazott kritikát kapjál, hogy mit, hogy Dejan, ott neked előre kellett volna a labdát, de ehelyett ott próbáltál Messit játszani, és hogy bekapcsolod, és akkor az értesítés, hogy megöllek, véged van, mekkora szar, hogy de most... És igen, ugye, most én most röhögök, de ez személy dolog egyébként, igen. Gondoljatok bele, hogy Stones-nál meddig elvakult. Vagy akár Stones, tehát, hogy maradva Liverpool sötét oldala, ugyanez a helyzet. Hát miért sötétkék? Hát igen. De hogy nekem ez az egyik dolog, ami most nagyon szíven ütött, és ami miatt tényleg én is elszégyellem magam, hogy ilyen szurkolónak nem mondható követők is vannak. A másik, amit én igazából így magamnak elneveztem buckalakó effektusnak, hogy amikor jó megy a csapatnak, akkor mindenki tök pozitív, nincsen semmi károgás, ilyenek. Bejön egyetlen egy negatív eredmény, és így előbújnak a sziklák alul az emberek, hogy úristen, mind meghalunk, nem jó, igen, mit csinálj. Igen, halálmadarak, ez minden szurkolói csoportban megvan. Igen, és hogy ez egyszerűen elfogadhatatlan, semmi nem változott. 3 meccsen játszottunk, 2 győzelem, 1 döntetlen, és aztán jön egy, beleszaladunk egy pofonba, és már egyből vészharangokat kongattak. Én egyszerűen nem tudom felfogni ezeket az embereket, főleg úgy, hogy nem is a, most úgy mondom akkor, hogy korombeli, tehát ez a 21 éves körüli korosztály, nem, 50-60 éves akár, tehát hogy tényleg, akik olyan dolgokat is megéltek, amiről én még csak álmodhatok, bajnoki cím akár, tehát hogy tényleg az ilyen idősebb, úgymond olyan emberek, akikről azt gondolnád, hogy kulturáltan megfogalmazzák a véleményüket, és tényleg normálisan állnak a dolgokhoz, és akkor elkezdenek szívni mindenkit az egyszerűtől kezdve a háttéren át. Igen, hallottát a Bence robot hangot. Igen. Berobotoltam. Szóval, hogy tényleg így mindenkit elkezdenek szidni, és ez felfoghatatlan, hogy ilyen emberek vannak. Neki kéne félre mutatni. Pontosan. Tehát, hogy tényleg azt fenne az ember, hogy ők azok, akik tartják a lelket a csapatban, vagy a szurkolóban, mint úgymond szellemi vezető, ugye az idősek, az indiánok, mert tattarattara akár. De tehát tényleg egyszerűen előbújnak a szikla alól, megdobálnak mindenkit, nem mondom most ki, hogy mivel, és utána visszamennek a szikla alá, és alszanak a következő vereségig. Ez amúgy két hozzáfűzni valóm lenne. Az egyik az, hogy egyébként ebből is látszik, hogy a kor miatt nem kell senki se tisztelni, vagy ez nem jelent egyet a tudással, mert hát vannak emberek, akik 14 évesen jobban látják ezt a dolgot. Ezt szerintem a Chelsea szurkolók között is nagyon megfigyelhető, hogy vannak emberek, akik egyszerűen csak is
akik mind csak akkor jelennek meg, amit te is mondtál, amikor rosszul mi a csapatnak, de akkor olyan hosszú kommenteket írnak meg, olyan mintha az életük legnagyobb csalódása lenne egy vereség, hogy őket még nem is tapasztaltak, és hát ez felháborító, és mindenkit leváltani, mindenkit lenyakazni. A másik pedig az, hogy egyébként Mitrovicsról is érdemes lenne beszélni egy pár szót, hogy csatár létére csak egyel van kevesebb piros lapja a karrier során, mint Vinnie Jonesnak volt, és ő még csak 20 éves. De hát, hogy ugrott túl mi ekkorát a Liverpoolba? Hát figyelj, piros lapok, hát volt igen, az is pár, a piros lap, Mitrovic, igen, hibá... és... Én azért még maradnék a Liverpoolban, majd visszatérünk. A hibá, na jó van, hát jó. Hát, figyelj, már. Amúgy igazából erre visszatérve, hogy ezek a károvok, azért van egy szint, és az a baj, hogy nem tudom, hogy ezt most lehet az internetre fogni, de egyre több ez, tehát és jó, amit Lovrennel tettek, de az csak egy szín, de az, hogy hazáig követsz egy embert, és konkrétan addig űzöd az autóddal, amíg megsiratod, az már morbid. Vagy és beteges. Most, ami volt Amerikában, ez nem focival kapcsolatos, de az is ilyen volt, hogy 30, nem, bocsánat, hiszem 3 mérföldön át követett egy autóval, az egyik egy NBA kosarast, akit meglátott, és az egyik államból ment át egy másik államba, és kocsival követte, majd bement az étterembe, meg másfél óráig figyelte, hogy eszik a családjával, visszament velük a izék kocsival, ugyanúgy lekövette, és majd a házuk előtt oda ment egy közös képet kérni. Tehát ezek már, az a baj, hogy ez emberileg beteg, ez nem szurkolói, elfogult, ez emberileg beteg. Hát igen, amit mondott Bence, és ebben bele kell gondolni, hogy ők emberek, vagy ezt nem tudom, melyik őtök mondta, de tényleg ők is olyan emberek, mint mi, csak olyan foglalkozásuk van, ami miatt sok ember követi őket, de ők is vágynak ugye az intim szférára, hogy a családjukkal lehessenek, meg ilyenek, és igazából nekik ez marha zavaró lehet, hogy állandóan kamerák keresztüzében élnek igazából, meg hogy mindenki figyel minden lépésüket, ők igazából nagyon ritkán hibázhatnak. Ez is van, hogy ugye ők akárnyszor elmennek nyaralni, vagy bárhova, ha már egyszer berúg egy focista, vagy egy akármilyen sportoló, az olyan média szenzáció, meg akkor a balhé van belőle, hogy hihetetlen. Andy Carroll, fehér öltöny. Vagy akár Gerard, amikor megvette a DJ-t. Ezt is megint az ízére tudom, ezt mondani, az internetet. Ez most megint nem foci, de most volt egy, többen ismeritek-e, nem kell ahhoz ismerni a Pankrációt, hogy ismeritek ezt az ember, Hulk Hogan. Tudjátok ki az, ha mutatni róla a képet, is tudjátok. Persze, hogy... Na, őt most konkrétan, ő egyé vált a Pankrációval, ahogy a Pankráció is elé vált Hulk Hogannel. És... Wow. Hogannek előkerült egy 10 éves telefonbeszélgetése, ahol az élete mélypontján volt, és a N betűs szót használta a lányával a telefonbeszélgetésbe, mert a lánya lefeküdt egy afroamerikai férfival. Mm. És emiatt nem az, hogy kirúgták, konkrétan kisatírozták a történelemkönyvből. Tehát úgy, hogy nem említik a műsoraikban, ott is van a Hall of Fame, tudjátok mi az amerikai sportokban mindig van, kivették onnan, mindenhonnan levették a nevét, stb. Stb. És eddig ezt egyetlen egy emberrel csinálták, és akkor most figyeljetek, hogy ez az ember, ez csak használta az N betűs szót egy privát beszélgetésben, ami rögzítve lett. Ami rá amíg a másik... nem nyugodt állapotban. Igen, ideg állapotban. Szóval idegesen. Amíg a másik úriember, akit ugyanígy kitöröltek a történelemből, az megölte a feleségét, majd a 8 éves kisfiát és magát. Érez a különbséget. És ez a baj, hogy nem fogják fel az emberek is, hogy... Tehát ezeket ugyanúgy rajongók csinálják, mindkét oldalt. És ez, hogy ezek is emberek, de most gondold már ennél pont az N betűs nézett az ember, hogy tegye a szívére a kezét az emberi, hogy valaki nem mondott még privát beszélgetésben, ha csak poénból is valami rasszistát, és ha ezt valamelyik e-sportoló csinálja, akkor egyből így, és ez ugyanígy van. Nekik állandóan példát kell mutatniuk, állandóan jól kell viselkedniük, ez nagyon nagy nyomás. És még nem is kell az a legfelkapottabb futballistának lenni, mert elég mondjuk egy, nem is tudom,
Még egy NBA-1 sztár is, vagy hát nő. De még annak sem. Igen, azért mondom, hogy még egy középszerű focista sem viselkedhet akár, hogy... Hát az a baj, hogy megint muszáj vagyok a Pankrációval maradni. Most volt itt egy fiatal lány, aki most debütált múlt héten az egyik szervezetben, és megtalálták egy 2012-es Instagram posztját, ahol egy My Little Pony-t posztolt egy náci karszalaggal, és odaírta, hogy mit csinálna a feketékkel. És ezt letörölték azután egyből. Na jó, tehát azért ez egy kicsit durvább, mint a 2012-ben. De 2012-ben törölték le. Azonnal kirúgták. Tehát ő nem is volt annyira ismert, csak rossz példát mutattál mondjuk annak a 30 embernek, aki látott téged. Hát volt a Görögországban, ez nem is tudom mikor volt, ez a 2 vagy 3 éve volt egy fiatal srác, egész nagy tehetségnek tartották, csak ő konkrétan egy náci karrendítéssel örvendezett a gólja után, és egy életre eltiltották a görög válogatottól, meg azt hiszem, hogy nem tudom, rengeteg időre a focitól is, és aztán a napokba tértett talán vissza, vagy még talán most se. Volt egy hasonló is, ez Dani ismeri ezt a sztorit, mondjuk egy kicsit paprikázva mondtam el annó 9-ben neki. Igen, szóval igen. Volt az Anderlechtbeli focista, aki az egyik gólya után oda szaladt az ellenfél drukkereihez, és mint egy gépfegyver úgy elkezdett lőni az ujjaival. És eltiltották a belga labdarúgást. Én Danéknak úgy adtam elő, hogy egész életében eltiltották a focitban. Ez egy hosszú sztori. Nézd meg. Na. Hát itt már elkanyarodtunk. Igen, ezt akartam is mondani, hogy eléggé elkanyarodtunk az eredeti témától. Én azt akartam mondani a tippjátékkal kapcsolatban, hogy megcsináljuk-e most, vagy úgyis most pénteken lesz a live, és akkor ott a live. Van időnk a következő fordulóig, úgyhogy szerintem akár a live igaz, után is. Igaz, szerintem. Igaz. És amit akartam mondani ezt a hallgatók felé szánom főleg, hogy itt a válogatott szünetben több adással is készülünk, ugye a magyar válogatottnak egy külön adást tervezünk csinálni, vagy felvenni, vagy ide a mindenki az live-ról lesz szó, szóval sugározni. Aztán lehet, hogy holnap is lesz egy, bár ezt nem ígérem. Mondjuk hát nem tudom, holnap töltött fel alaphang, akkor sem. Szóval, na mindegy, szóval hát igen, hát de végül is, hogyha, na mindegy, szóval. És úgy akarjuk, hogy a többi válogatott meccsnek meg egy külön adást tervezünk, az viszont már felvételről fogjátok majd hallani. Igazából ennyi, és ugye... Animációk már új dizájnnal jönnek. Igen. Ezt is ti szavaztátok meg. Egy gyors technikai kérdés. Te komolyan gondoltad azt, hogy pénteken lesz a live? Mert hát, pénteken van a válogatott mérkőzés. Igen, azután. Szombaton legyen inkább. Igen, szombaton. Végre lehet, ha lesz hangom. Ha nem majd, akkor berakod azt a hangépet, amire próbáltuk Bruce rábeszélni. Igazából, amivel zárhatnánk, az a deadline day lenne, csak hát elég gondolom, gyerekek, szinte semmi nem történt. Tehát amíg nem kezdtük el a beszélgetést, percenként jöttek a hírek. Itt Dani nekem egy párat linkelt, ugye, ami nagyobb, az a Blasikovski Fiorentina, illetve ez már nagy, igen. Na, szóval Hernanes az Interből a Juventusba igazolt. Wow. Ez meglepő, főleg így, hogy már beszélgetünk az Interes ismerőssel, aki azt mondta, hogy Hernanes egy jó játékosa lehet az Internek. Ami pedig a FIFA rajongóknak nagyszerű lehet, az, hogy Ibarbo a Watfordban folytatja, szóval. Ezt a FIFA community megérti majd. Igazából elég unalmas deadline day-nek nézesz ki. Vagyis hát volt egy jó pár igazolás, de nem. Nincsen olyan igazi blockbuster. Ja, és egyébként, de ez még a mai nap történt, hogy Chicharito új klubot talált magán. Igen, Leverkusen-t folytatja. Hát szerintem tökéletes. És azon gondolkozok, hogy én ugye figyelem itt a deadline day-t, és most megint, hát a DH lesz valószínűleg a legnagyobb igazolása. Még most itt van egy... Kéve, ha Bumszili, Hamali, Hibili, Bumbu... Nem, volt most egy
megint egy ilyen idióta felkapott Pogba ügy, de ezek nem már nem én lehet tegnap hinni. Olvastam egy ilyet, de hát az nyilván kamu volt, hogy Pogba azzal feltétele jönne a Chelsea, hogy lenne a világ legjobban kereső játékos. Na 300 000 font. Tehát ezek nem... Nyilván... Ebben azonban kiderül, hogy mit tud Pogba. Majd most kiderül. Hiszem, hogy ez Stonesnál is így van, hogy most ezekkel rohadt? Nagyon nagy. Nagyon de az a baj, nagy, ha Pogba jól játszik ebbe a szezonba, akkor biztos, hogy megy a Barszába. Vagy hát, de a másik oldalát nézd, és ez most nem feltétlen Pogbánál, Pogbának meg lesz a neve, de például Stonesnál. Mi van, ha Stones úgy jár, mint Kane most? Hogy Kane se adta le, tehát nem mehet, és most az egyik legrosszabb átlaga van csatárként a Premier League-be. Tehát, hogy azért ilyenkor gondolkozni kell, hogy vagy meghúzod azt, hogy itt marad, és hát ha drágában el tudjuk adni, mint a Nobel volt, meg Suárez, vagy meghúzod azt, hogy itt marad, aztán örülsz, hogyha még egyetlen el tudod adni. Most már várják tőle a teljesítményt, és nehezebb játszani azért sokkal. Persze, sokkal nagyobb a nyomás. Hát nem tudom, srácok, van még valamiről beszélni akarok? Most így hirtelen nem jut eszembe semmi. Esetleg annyi, hogy ha minden igaz, dolgozunk az ügyön, hogy a 12. podcast, ami a live után lesz, abban már, ha, akkor már MP3 formában is le tudjátok tölteni majd az adást, és úgy tudjátok hallgatni. Ó! Hát... Na itt van neked, itt a lezáró. Nem tudom, ki ismeri a Sporting Lisszabonban André Carillo-t. Hát hallottam már a nevét. Nagyon-nagyon tehetséges játékos, és most már a Premier League-et fogja erősíteni, ugyanis elájött a Leicester City-hez. 24 éves srác, egy perui srác. Azt hiszem az egyik legjobban fizetett játékos volt egész Portugáliában. És most az egyik legcsóróbb lesz a Premier League-ben, nem amúgy. Hát 200 000 fontot keresett. Egy nagyon jó szélső, én nekem tetszik a játék stílusa. Aztán meglátjuk, hogy mit tud csinálni a Leicesterben. De úgy néz ki, hogy valószínűleg ennyi lesz az utolsó. Igazából, hát azt akartuk igazából, hogy holnap még szerettünk volna tartani egy live-ot a Deadline Day-ra az utolsó 2 órát, tehát nem nagyon vannak most pletykák, hogy történnek olyan dolgok. De majd meglátjuk, hát ha. Bár lehet, hogy mire ezt már feltöltik, addigra már lejárt a Deadline Day. Hát valószínű, hogy mikor ezt hallgatjátok, már vége a Deadline Day-nek, úgyhogy... Na jó, srácok, esetleg valami utolsó hozzászólás, ki hogy érzi magát? Köszönjük Daninak, hogy itt volt, aztán visszavárjuk. Tudjuk, hogy neki milyen volt ez az első alkalom. Elvettük a podcast szüzességét. Várunk vissza sok szeretettel, és... Hát igazából ennyi most. Ne húzzuk távol az időt, mert... Hajrá, magyarok, legközelebb, mikor jelentünk. Így van, legközelebb, amikor a hangokat halljátok, akkor már a magyarokról fogunk beszélgetni, remélhetőleg egy győztes meccs után. Na jó van, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok!